A Fidesz frakció támogatja, hogy ne kaphassanak kegyelmet a gyermekek elleni bűncselekmények elkövetői, ezt mondta Kocsis Máté. Néhány héten belül véget érhetne a háború, ez csak Amerikán múlik, ezt mondta Vladimir Putyin a Tucker Carlsonnak adott interjúban. Megint több országban tüntettek a gazdák Brüsszel tervei miatt, a magyar termelők Záhonynál demonstráltak az ukrán gabona ellen. És tovább zuhant az infláció, januárban már 4% alatt volt, a kormány most már a növekedésre fókuszál. Ez a híradó 7:30-tól az M1-en. Meszes Boglárka vagyok, jó estét kívánok! A Fidesz frakciót támogatja Orbán Viktor miniszterelnök alaptörvény módosító javaslatát, amely lehetetlenné teszi, hogy kiskorú gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén kegyelmet kapjon az elkövető. Kocsis Máté frakcióvezető a Kossuth Rádióban azt mondta, a gyermekekkel szembeni bűnelkövetőknek nincs kegyelem. Emlékeztetette, a kormánypártok fogadták el 2021-ben Európa legszigorúbb gyermekvédelmi és pedofil ellenes törvényét, amit a baloldali pártok nem támogattak. A köztársasági elnök az egyéni kegyelmezési jogát a kiskorú személy sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmény esetén nem gyakorolhatja. Ezzel a mondattal egészül neki az alaptörvény annak a módosításnak az értelmében, amit Orbán Viktor nyújtott be csütörtökön. Az indoklás szerint a törvény teljes szigorával kell lesújtani a gyermekek sérelmére bűncselekményt elkövetőkre. Egyértelműen ki kell zárni a lehetőségét, hogy a gyermekek kárára szándékos bűncselekményt elkövetők elnöki kegyelmet kaphassanak, és újra büntetlen előéletűvé válhassanak. Pedofil elkövetők számára nincs kegyelem. Ez a személyes meggyőződésem. Orbán Viktor csütörtökön egy videóban beszélt arról, hogy a napokban vita alakult ki az elnöki kegyelem jogköréről. A miniszterelnök hangsúlyozta, nem jogászkodni, hanem tiszta helyzetet kell teremteni. Ezért egyértelmű helyzetet kell teremteni. A kormány nevében benyújtottam egy alkotmánymódosítást, amely lehetetlenné teszi, hogy kiskorú gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén az elkövető kegyelmet kaphasson. Ideje rendezni ezt a kérdést. A bejelentett alaptörvény módosítása a gyermekek még erősebb védelmét szolgálja, ezért Novák Katalin köztársasági elnök jó szívvel fogja aláírni az országgyűlés által elfogadott jogszabályt. Ezt az Indexel közölte a Sándor Palota. Az államfő tavaly tavasszal adott kegyelmet egy olyan elítéltnek, aki hatósági eljárásban elkövetett kényszerítés kísérlete miatt kapott börtönt a bicskei gyermekotthonban történtekkel összefüggésben, és akkorra a büntetése nagy részét már letöltötte. Novák Katalin most azt mondta, az elnöksége alatt nem volt és nem is lesz kegyelem a pedofiloknak. Nincs menekvés. Nincs kegyelem. Szigorúbb törvények kellenek, hogy a pedofilok is megértsék, nincs menekvés. A Fidesz pedig támogatja az alaptörvény módosítást. Erről a Fidesz frakció vezetője beszélt. Kocsis Máté kiemelte, a kormánypártok fogadták el 2021-ben Európa legszigorúbb gyermekvédelmi és pedofil ellenes törvényét, amit a baloldali pártok nem támogattak. A baloldali pártok voltak azok, akik meg ezt nem támogatták. Tehát nem támogatták, hogy legyen kereshető pedofil nyilvántartás. Nem támogatták, hogy a büntető törvénykönyv szigorodjon, hogy sokkal szigorúbban sújtson le a pedofil bűnelkövetőkre. Nem támogatták az ehhez kapcsolódó korábbi alaptörvénymódosítást sem. Rendszeresen támadják, külföldön is Magyarországot emiatt. Kocsis Máté hangsúlyozta, képmutató és álságos, amit a baloldal és a sajtója csinál, amikor úgy tesz, mintha mindig is a pedofilok ellen lettek volna, miközben a baloldali sajtóban sorra jelentek meg a pedofilokat mentegető írások. Szántó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója pedig arra hívta fel a figyelmet a Kossuth Rádióban, hogy a nemzetközi baloldal élharcosa a szexuális aberrációk elfogadtatásának. Az egész magyarországi és sajnos az egész nyugat-európai és nyugati baloldal az, amely valójában a szexuális aberrációk felé tanúsított megértésen, érzékenyítésen, genderpropagandán és a gyermekek szexualizációján keresztül előkészíti a terepet arra, hogy majd valamikor előjöjjenek azzal, szerintem ez nincs már annyira távol sajnos, hogy a pedofília irányába is különböző emberi jogokat támasztanak. A baloldali politikusok most is a politikai hasznot keresik és gyermekvédő pózban tetszelegnek, miközben évek óta a szexuális aberrációk elfogadtatásán és a pedofilok védelmén dolgoznak, tette hozzá Szántó Miklós.
politikai pártok és civil szervezetek közös tüntetést tartottak a fővárosban Novák Katalin lemondását követelve. Kezdetben a belügyminisztériumnál gyülekeztek, majd a Lánchídon keresztül a várba vonultak a Sándor palota előtti térre. A tüntetésnek az Igazságot a gyerekeknek címet adták. A belügyminisztériumnál gyülekeztek délután a Novák Katalin kegyelmi döntése ellen tiltakozók. A Védjük meg a gyerekeket címmel tartott demonstráció egyik szervezője a Soros György által is támogatott a hang volt. Elhoztátok a haragotokat! A rendezvényen baloldali pártok, mint a DK, az MSZP és a Párbeszéd, illetve azok politikusai is ott voltak a magukat civilnek valló szervezetek mellett. A pedagógus tüntetésekről ismert Simkó Edit ezúttal is a kormány támadta, és arról beszélt, neki Novák Katalin nem a köztársasági elnöke. A pártok, a szakszervezetek és a civil szervezetek végre együtt álltak ki. Köszönjük nektek, hogy itt vagytok! Kis Gergely, az Egységes Diákfront tagja, pedig egyebek mellett azt mondta, az államnak bocsánatot kell kérnie és kárenyhítést kell nyújtania. A néhány száz tüntető ezután a Lánchídon keresztül Novák Katalin lemondását követelve a Sándor palotához vonult, hogy csatlakozzon a Momentum demonstrációjához. A tüntetésen felszólalt a Párbeszédes Jámbor András is, aki remegő kézzel mondta el a beszédét. Nézzék a papírját. Ebben az undorító kampányban a pedofília vágyát is megpróbálták ránk édetni. A Szikra mozgalom vezetője maga hozta elő a mozgalmához kötődő pedofil botrányt, amihez szerinte nekik semmi közük. A Párbeszéd országgyűlési képviselője a felelősségvállalás fontosságát hangsúlyozta, és azt mondta, Szabó Tímeával a gyermekvédelem megerősítését kezdeményezik. Nem alkotmánymódosítás kell a gyerekeinknek, hanem védelem és segítség. Én azt kérem a Fidesz politikusaitól, hogy vállalják a felelősséget a kegyelmi ügyben, és vállalják a felelősséget a gyerekeinkért is. Jámbor András arról is beszélt, a gyermekvédelemhez megfelelő szexuális oktatás, és az kell, hogy a szociális munkásokat és a pedagógusokat megfizessék. Ahogy láthatták, Jámbor András maga hozta elő a Szikra mozgalom körül kirobbant pedofil botrányt. Jámbor András mozgalmának egyik tagja még tavaly keveredett pedofil botrányba. A baloldali politikus a kezdetektől következetesen tagadja, hogy bármilyen köze lenne hozzá. Egy másik ügyben tartott házkutatás során találtak Jámbor András aktivistájának lakásán pedofil képeket és videókat a nyomozók. Felmerült annak gyanúja is, hogy abban a lakásban készültek a felvételek. A baloldali aktivista élettársa a pedofil botrány kirobbanása után öngyilkos lett. Jámbor András munkatársának lakásán forgathatták a pedofil gyermekpornót, számolt be tavaly nyáron a Metropol egy osztrák hírportálra hivatkozva. Az Express.at írta a pedofil botrányról. Információik szerint a Párbeszédes politikus Jámbor András munkatársa D. Krisztina otthonában készítették a 2-3 éves gyermekek sanyargatásáról és kínzásáról szóló több tízezer felvétel jelentős részét. A felvételeket egy olyan házkutatáson találták a rendőrök, amit azért tartottak, mert a szélső baloldali, több országban terroristának tartott antifához köthető személyek egy éve viperákkal és gumibotokkal 8 embert bántalmaztak Budapesten, akiket a ruhájuk alapján választottak ki. A brutális támadás sorozat egyik gyanúsítottja Jámbor András munkatársa D. Krisztina volt, ezt a rendőrség később visszavonta. A D. Krisztina lakásán talált számítógépen pedofil felvételek tízezrei és 300 szintén pedofil tartalmú film volt. Később kiderült, a laptop a Szikra mozgalom aktivistájának élettársáé E. Andrásé volt, aki a házkutatás után öngyilkos lett. E. Andrásról több lap is megírta, a februári embervadászatot végrehajtó Antifa magyar aktivistája volt, és ő igazolt alibit Jámbor András mozgalma tagjának, D. Krisztinának. Mielőtt végzett magával, E. András feltehetően egy rituálé részeként gyermekjátékokat égetett el, amit az osztrák lap összefüggésbe hoz hasonló ausztriai pedofil esetekkel. Nekem mi közöm lenne ez az ügyhöz? Jámbor András a Szikra mozgalom tagja és a Párbeszéd országgyűlési képviselője a pedofil botrány kirobbanása óta azt mondja, nem érti, mi köze lehet a pedofil botrányhoz. Szerinte őt nem terheli felelősség. Hogy a Szikra mozgalomnak ehhez lenne köze, akkor egyébként relevánsan felvetülne, hogy oké, nekem valamilyen politikai felelősségem akár lehetne, egyébként szerintem akkor se lenne, mert én nem követtem el semmit. Jámbor András azt is tagadta, hogy a pedofil ügyben érintett D. Krisztina a közvetlen munkatársa lenne, csak hogy egy felvételen a parlamenti képviselő mellett ott látható D. Krisztina is, mint a Szikra mozgalom lelkes aktivistája.
a DK unió szinten szabályozná a szexuális bántalmazás büntetését. Gyurcsány Ferencék szerint erős európai védelemre van szükség. A pedofília mellett annak segítését is minősítsük európai bűncselekményé. Azt szeretnénk elérni, hogy a pedofil bűncselekményt elkövető és az őt segítők is ugyanolyan szigorú büntetést kapjanak. A Párbeszéd módosítaná a büntető törvénykönyvet. Szabó Tíme azt mondta, az se foglalkozhasson gyermekkel, aki nem tett feljelentést tudomására jutott pedofil bűncselekmény ügyében. Nem csak az a bűnös, aki ténylegesen pedofil bűncselekményt elkövet, azaz, aki szexuálisan bántalmaz, megerőszakol gyerekeket. Az is ugyanolyan bűnös, aki az ő ügyüket elhallgatja, eltusolja. Tüntetők foglalták el Magyarország tiszteletbeli konzulátusát Velencében. A demonstrálók a hazánkban fogva tartott olasz Ilaria Salis mellett tüntettek. Mint ismert, tavaly fényes nappal a Nyílt utcán vertek meg embereket egy külföldi antifasiszta szervezet tagjai Budapesten csupán a ruházatuk miatt. A fővárosi főügyészség az olasz nőt bűnszervezetben elkövetett életveszélyt okozó testi sértés büntettének kísérletével vádolja. A mostani velencei akciót a Rivolta lázadás baloldali központ szervezte. Neonácik életveszélyesen megfenyegették a 12. kerület alpolgármesterét, ezt írta a Metropol. A lap szerint Fonti Krisztina néhány napja írta meg közösségi oldalán, hogy arra kérte a budapesti rendőrfőkapitányt, hogy ne engedélyezzen vonulást tiltott önkényuralmi jelképekkel a hegyvidékiek nyugalma érdekében. Bejegyzéséhez ezután érkeztek a halálos fenyegetések, több kommentelő Dunába lövéssel, felakasztással fenyegette meg az alpolgármestert, aki büntető feljelentést tesz. Újabb sikeres fogoly cseréről számolt be a kijevi és a moszkvai vezetés, és mindkét oldalon 100-100 hadifogoly térhetett haza. Közben Volodymyr Zelenszky elnök Ukrajna legmagasabb rangú állami kitüntetését adományozta a hadsereg leváltott főparancsnokának. Elemzők szerint az ukrán államfő a népszerű katonai vezető menesztése miatt kialakult feszültséget igyekezett csökkenteni. Egy földúton döcög az ukrán posta autója a Donyeck megyei Csaszívjár felé. A frontvonaltól alig 5 kilométerre fekvő településre levelet már nem lehet küldeni, azonban havonta egyszer a nyugdíjakat kiviszik a helyieknek. A közelben kaptam menedéket, az egyik szoba fűthető, mert oda beszereltek egy kályhát. Néhány napja sok légicsapás volt éjszaka, körülbelül 40 találat. Nehéz a helyzet, mert nincs áram, nincs víz, nincs gáz, és nincs bolt sem, de legalább otthon lehetek, mondta egy nő. A rendszeres orosz támadások miatt a postások katonai védőfelszerelésben dolgoznak. Igyekeznek minél gyorsabban kiosztani a nyugdíjakat, a pénz nagy részét pedig a helyiek rögtön árukra is költik. Olyan termékeket hozunk, amik nincsenek benne a humanitárius segélyekben, például édességet, húsárut, vajat, sajtot. Azt, amit az emberek rendelnek, elvisszük nekik. Szükségük van készételre, mert sokaknak nincs hol főzni, magyarázta az ukrán posta mozgó egységének vezetője. A frontvonal ukrán oldalán csütörtök este nemzeti színű zászlókkal fogadták a hazatérő hadifoglyokat. A katonák többsége azonnal a családját hívta, amint leszállt a buszról. Kijevi jelentés szerint 100 ukrán katona szabadult ki az orosz hadifogságból. Voltak itt még 2022. májusában, Mariupolban ejtett foglyul az ellenséges haderő. Az ukrán katonákért cserébe több mint 100 orosz fegyveres is hazatérhetett. A moszkvai védelmi minisztérium beszámolója szerint katonáikat repülőgéppel szállították az orosz fővárosba, ahol először orvosi vizsgálaton estek át. Pénteken Volodymyr Zelenszky ukrán elnök Kijevben adta át az Ukrajna hőse díjat, többségében elesett katonák hozzátartozóinak. De megkapta az elismerést az ukrán fegyveres erők egy nappal korábban menesztett főparancsnoka, Valeri Zaluzsnyi is. A katonai vezető a hadsereg és a lakosság körében is nagy tiszteletnek örvend, ezért leváltásával sokan nem értenek egyet. Ez minket, katonákat nagyon aggaszt, mert Zaluzsnyi valódi parancsnok, aki nagyon korrekt volt, és aki mindent megtett a hadseregért. Olekszandr Szirszkij kinevezése erre a posztra úgy gondolom nagy hatással lesz a frontra. Kérdés, hogy a katonaság hogyan fog reagálni, mert Szirszkijnek nincs jó megítélése, nyilatkozta egy ukrán katona. A közvéleménykutatások azt mutatják, hogy Zaluzsnyi nagyobb arányban élvezi az emberek bizalmát, mint Volodymyr Zelenszky. Elemzők szerint a döntés, hogy Ukrajna legmagasabb állami kitüntetését adományozzák a leváltott főparancsnoknak, annak a jele lehet, hogy az elnök igyekszik csökkenteni a kialakult feszültséget.
Néhány héten belül véget érhetne az orosz-ukrán háború, erről beszélt Vlagyimir Putyin Moszkvában Tucker Carlson konzervatív amerikai média személyiségnek. Az orosz elnök leszögezte, nyitottak a tárgyalásokra, azonban Ukrajna nyugati nyomásra erre nem hajlandó. Mint fogalmazott, Oroszország nemzetbiztonsági érdekeit szem előtt tartva harcol Ukrajnában, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy európai országokat támadnának meg. Több mint két órás interjúban részletezte Vlagyimir Putyin orosz elnök Tucker Carlsonnak, hogy mi vezetett az orosz-ukrán háborúhoz, és mi kell ahhoz, hogy megszülessen a béke megállapodás. Az orosz elnök bírálta az Egyesült Államokat és a NATO-t, mondván, hogy a Védelmi Szövetség ígéretet tett Oroszországnak, hogy nem fog kelet felé terjeszkedni, de ezt Putyin szerint többször megszegték. Az orosz elnök Ukrajna Európai Uniós integrációjáról is beszélt. Felidézte, hogy miután 2010-ben Viktor Janukovics lett Ukrajna elnöke, felmerült az ország uniós csatlakozása, azonban Janukovics felismerte, hogy a csatlakozás azt jelenteni, hogy Oroszország vámhatárokat hozna létre Ukrajnával szemben. Az akkori ukrán elnököt ez elbizonytalanította, erre pedig a majdantéri eseményekkel reagált az Egyesült Államok. Fegyveres puccsal eltávolították a hatalomból Janukovicsot, Putyin szerint az amerikai titkosszolgálat közreműködésével. Az orosz elnök kiemelte, ez vezetett a háborúhoz. Ők indították el 2014-ben a háborút Donbászban, ahol repülőgépeket és tüzérséget vetettek be a civilek ellen. Ekkor kezdődött minden. Nagyszabású katonai műveletet indítottak. Amikor kudarcot vallottak, elkezdték előkészíteni a következőt. Az ukrajnai puccs volt az, ami kiváltotta a mostani konfliktust. A kisujjunkat sem mozdítottuk volna, ha nem történtek volna véres fejlemények a Majdanon, mondta az orosz elnök. Az amerikai szenátus szerdán elutasította azt a törvényjavaslatot, amely egyebek mellett Ukrajna támogatását tartalmazta. Tucker Carlson az interjúban felvetette, hogy van olyan szenátor, aki nem csak tovább pénzelné Ukrajnát, de amerikai katonákat is küldene Ukrajnába harcolni. Erre Putyin úgy reagált, hogy ez nagyon súlyos globális konfliktusba rántaná a világot. Az orosz elnök kérdések sorával válaszolt. Az Egyesült Államoknak tényleg erre van szüksége? Nincs más feladata az amerikai vezetésnek. Önök küzdenek a határaikon a migrációval, küzdenek az adósságállományukkal, ami több mint 33 trillió dollár. Nincs más dolguk, mint hogy Ukrajnában harcoljanak. Nem lenne jobb tárgyalni és megegyezni Oroszországgal? Válaszolta Putyin, utalva arra, hogy Oroszország mindig is nyitott volt a tárgyalásokra. Az orosz elnök hangsúlyozta, már másfél éve véget érhetett volna a háború, ha Ukrajna semlegességet fogad és nem lesz tagja a NATO-nak. Vlagyimir Putyin a kezével mutatta is az interjúban, hogy mennyi dokumentum állt készen arra, hogy megszülessen a megállapodás. Ezt azonban Ukrajna szerinte nyugati nyomásra nem fogadta el. Brüsszel tervei ellen tüntettek a magyar gazdák Záhonyban az ukrán határátkelő helynél. Az Európai Bizottság ugyanis újabb egy évvel meghosszabbítaná az ukrán termékek korlátlan importját. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint ez a gabona mellett a baromfi hús, a tojás és a magyar méz piacát is veszélyezteti. Egymás mögött álltak a traktorok a Záhonyi határátkelő közelében péntek délelőtt. A résztvevők táblákkal, zászlókkal gyülekeztek a demonstráció helyszínén. Az ország minden pontjáról érkeztek, többek között Borsodból, illetve Hajdú-Bihar, Győr-Moson, Sopron és Heves vármegyéből is. A gazdák Brüsszel terve ellen tüntettek, ami újabb egy évvel hosszabbítaná meg az ukrán termékek korlátlan importját. Azért jöttünk ide tüntetni, mert egyre több felmerülő probléma van itt a térségünkben, és ezzel a Ukránból bejött gabonaszállítmányokról van szó, illetve az uniós döntéshozást, amit a mezőgazdaságban meghoznak, az számunkra nem kedvező. Már a megélhetésünk már forog kockán, most már ott járunk, hogy megvannak számlálva a napjaink, hogy járunk. A gazdák közül többen is azt mondták, a jövőjüket veszélyeztetné az Európai Unió újabb engedménye. Amit a németek, meg a franciák, meg a Nyugat-Európa, amilyen helyzetben most vannak, mi tavaly már ezt telibe kaptuk innen, totál telibe kaptuk, gyakorlatilag felreállt az egész piac. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke a demonstráción arra kérte a brüsszeli döntéshozókat, hogy a józanész szabályai szerint gondolkodjanak.
Györfi Balázs hangsúlyozta, a döntéssel Mészárszékre küldik szinte az egész európai vidéket, köztük a magyar gazdákat is. A gabona mellett a baromfi hús, a tojás és a magyar mézpiacát is veszélyeztetik. A kormányzat meghallotta a szavunkat, és egyébként messze túlhaladva a nemzeti hatáskört betiltotta az ukrán termékek behozatalát. De legyünk őszinték, ezzel nem fogjuk megoldani a problémánkat, hisz nekünk kellenek a korábbi piacaink. Itt most már arra lenne szükség, hogy Brüsszel is kezdjen el normálisan gondolkodni. Az ukrán mezőgazdasági termékeknek eddig is megvolt a piacuk. Vigyék oda, ahova eddig vitték. Nekünk nem kell belőle egy kiló sem. A magyar gazdák meg fogják védeni a magyar földeket, ott, ahol eredményesen tudnak gazdálkodni, ezt már a MAGOSZ elnöke mondta. Jakab István hozzátette, kezdeményezik, hogy azokat az élelmiszereket, amelyeket Magyarországon nem állíthatnak elő, például a génmódosított gabonából készült termékeket, azokat külföldről se hozhassák be. Semmi más nem akarunk, és ebben egységesek vagyunk ma már lassan minden érdekképviselettel Európában, hogy az a feltétel, az az előírás, amit nekünk itthon be kell tartani, az vonatkozzon minden olyan országra, ahonnan ide terméket, élelmiszert, vagy kész élelmiszer terméket, alapanyagot hoznak be. A felszólalások után a gazdák gyalog indultak el a magyar-ukrán határ felé, zászlókat lengetve és táblákat tartva a magasba. A demonstráció legfontosabb üzenete most is az volt, hogy nem akarnak több ukrán gabonát beengedni Magyarországra. Lezárták az Ukrajnával közös határátkelőket a tüntető lengyel gazdák. A demonstrálók országszerte lassítják a forgalmat, mintegy 300 tiltakozó akciót szerveztek. A lengyel mezőgazdasági dolgozók az Európai Unió zöld megállapodása, valamint az ukrán termékek európai behozatala ellen tüntetnek. Elzárták az utat az Ukrajnával közös határátkelőkön a lengyel gazdák, akik országszerte tüntetnek és lassítják a forgalmat. A mezőgazdasági dolgozók az ukrán termékek behozatala ellen tiltakoznak. Szerintük a beáramló olcsó gabona tönkre teszi őket. Semmit sem éri megtermelni, a búza és a szarvasmarha ára is bezuhant, nincs semmi hasznunk, mondta egy elkeseredett demonstráló. A blokádot 30 napra hirdették meg, de a résztvevők szerint addig fog tartani, amíg Brüsszel és a lengyel kormány nem alakítják ki az, ahogy fogalmaztak, elvárt védelmi mechanizmusokat. Szeretnénk megélni a magunk egyszerű módján. A támogatásként kapott traktorok most állnak a bokrok között, mert nem engedhetjük meg magunknak, hogy megtankoljuk azokat. A kormánynak meg kell akadályoznia az ukrán gabona behozatalát, mondta egy tüntető. A határnál szinte teljes a blokád. A tiltakozók csak óránként egy kamiont engednek át. Kivételt csak a humanitárius és katonai segélyszállítmányok képeznek. A gazdák azonban nem csak az ukrán határnál tüntetnek. Országszerte mintegy 300 helyszínen tiltakoztak. Azt mondják, Brüsszel döntései miatt évről évre emelkednek a költségeik. Ezzel szemben az ukránokra nem vonatkoznak a szigorú uniós előírások, így lényegesen olcsóban tudják előállítani a gabonát. A legnagyobb gondot a gabona jelenti. Nagyon alacsony az eladási ár, az előállítási költségek viszont drasztikusan emelkedtek a klímavédelmi terv miatt, mondta egy termelő. A gazdák szerint mindenkinek az lenne az érdeke, hogy Lengyelországban folytatódjon a termelés és étel kerüljön az asztalokra. Lengyelország az egész Európai Unió egyik legnagyobb mezőgazdasági termelője. A beáramló ukrán gabona azonban nehéz helyzetbe hozta a gazdákat, akik emiatt november óta már számos tiltakozó akciót szerveztek. Ma is folytatódott a gazdák tüntetése Olaszországban. Rómába a lateráni Szent János Bazilika előtti térre mindössze 10 traktort engedtek be, ugyanakkor nagyjából 600 jármű várakozik a város határában. A mezőgazdaságban dolgozók azt szeretnék elérni, hogy Brüsszel kiemelten támogassa az agrár ágazatot a szigorítások helyett. Itt, ahol most állok, a Nomentana országút menti mezőkön, mintegy 600-an érkeztek Olaszország különböző részeiből, és azt mondják, addig nem mennek el, amíg nem tudják erőteljesebben kinyilatkoztatni véleményüket az európai agrárpolitikáról. Azt szeretnék, hogyha az Európai Unió a mezőgazdaságot helyezné a középpontba, hogyha szigorítások helyett forrásokat kapnának.
A világ biztonsága szempontjából most az a legfontosabb, hogy a közel-keleti konfliktus ne terjedjen tovább. Erről beszélt Szijjártó Péter New Yorkban, ahol az izraeli törvényhozás elnökével is tárgyalt. A külügyminiszter azt mondta, tragikus következményekkel járna, ha Izrael két frontos háborúra kényszerülne. Mindannyian tudjuk, hogyha ez a fegyveres konfliktus tovább terjed Libanonra is, akkor az nem áll meg abban az országban, nem áll meg Libanon határainál, hanem abból egy regionális, sőt egy globális háború nőhet ki gyakorlatilag rendkívüli gyorsasággal. Úgyhogy egyetértettünk a Knesset elnökével abban, hogy a háború a közel-keleti fegyveres konfliktus tovább terjedésének megakadályozása most az egyik legfontosabb szempont. Többféleképpen próbálta magyarázni ma a Jobbik elnöke azt a levelét, amelyben sokak szerint súlyosan antiszemita mondatot írt le. Gyöngyösi Márton először azt mondta, hogy csak idézett valakitől, majd azt, hogy a kijelentés nem antiszemita tartalmú, végül azt, hogy nem érti a kérdést. Köves Lomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbia a Kossuth Rádióban azt mondta, a legjobb, amit a Jobbik elnöke tehetne, ha feloszlatná a pártot. Konzervatív pártként apostrofálja magát? Elnézést, merre van a sajtóterem? Gyöngyösi Márton a konzervatív politikai eszmerendszerhez sorolta magát és pártját egy fővárosi sajtótájékoztatóra érkezve pénteken. És minden kérdésükre fogok válaszolni. A balliberális politikus definíciója azért is figyelemreméltó, mert egy az Origóhoz eljutott 2020-as belső levelezésben Gyöngyösi súlyosan zsidó ellenes kijelentéseket tett, amiben Orbán Viktort is támadta. A lap birtokába került e-mail szerint ugyanis a pártvezér olyan sértőnek szánt megjegyzéssel illette a magyar miniszterelnököt, amelyet csak a szélsőséges antiszemita, zsidó gyűlölő körökben szokás hangoztatni, mutat rá az Origó. Eszerint Gyöngyösi Márton azt írta a Jobbik korábbi alelnökének, Stummer Jánosnak, idézzük, Orbán provokációnak is beillő megjegyzését nem akartam közvetlenül kommentelni, inkább indirekt módon az USA lépésének kritikáján és elítélésén keresztül. Legszívesebben azt írtam volna, hogy egy cionista bérenc, a Lubavicsi szekta fogja, de ebből nem biztos, hogy jól ki lehet jönni. Valakitől idéztem. Gyöngyösi a sajtótájékoztatón úgy magyarázta a belső levelezés tartalmát, hogy abban csak idézett valakit, hogy kit, azt nem árulta el. A kijelentés pedig szerinte nem antiszemita tartalmú. Ezért újból megkérdeztük a balliberális politikust, Orbán Viktort minősítette a sértőjelzővel. A kérdése az annyira manipulatív, hogy erre nem lehet igennel, meg nemmel. Igen vagy nem? Annyira manipulatív a kérdése, hogy erre... Igen vagy nem? Cionista Bérenc a miniszterelnök vagy nem? Nem értem a kérdését. A Jobbik politikusa már 2012-ben is óriási botrányt okozott, amikor az országgyűlésben a zsidó képviselők listázását követelte. Hány olyan zsidó származású ember van, aki bizonyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára? Egy másik 2013-as lakossági fórumon pedig Gyöngyösi odáig ment, hogy a holokauszt áldozatain gúnyolódott, relativizálta a tragédiát. Soha nem voltam antiszemita. A balliberális politikus David Pressman tavaly húsvéti széderesti meghívása után is úgy emlékezett, hogy ő sosem volt antiszemita, pedig épp az amerikai nagykövet volt az, aki a jobbikos politikus részvételét az ünnepségen azzal indokolta, hogy nem annak ellenére hívták meg Gyöngyösit, mert antiszemita, hanem éppen azért, mert zsidó gyűlölő. Szerintem ez nem lehet kérdés, különösen Gyöngyösi Márton csúfos múltját figyelembe véve. Antiszemita kijelentést egy Gyöngyösi Márton, amikor Orbán Viktor miniszterelnököt cionista bérencnek titulálta, mondta a Köves Lomó a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbia a Jobbik konzervatívok pártelnökéről úgy fogalmazott, ha szeretne még valami jót csinálni a politikai pályafutása vége felé, akkor lényeges kockázat nélkül számolná fel a szélső jobboldali pártot. Hála Istennek a magyar szavazók józan belátása miatt már így is a politikai szemétdomb felé halad. Az egyetlen dolog, amit megtehetne Gyöngyösi párton, mint a jelenlegi pártelnök, hogyha feloszlatná ezt a pártot, és elmesélni azt, hogy hogyan vétettek, és miért volt hatalmas hiba a rasszizmust, az antiszemitizmust a közbeszédben ilyen aktívan és ilyen agresszívan beemelni, azt a rasszizmust és azt az antiszemitizmust, aminek a hatását utána még évekig éreztük.
Köves Lomó közölte, Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa, amelyért sokat tett és tesz a magyar kormány, és személy szerint Orbán Viktor miniszterelnök is. Az LMP azt követeli, hogy az összes hévet szereljék fel kamerákkal. Gál József szerint ez növelni a biztonságot, és egyes ügyekben segíteni a későbbi bizonyítást is. Csak akkor várható, hogy az emberek tömegesen váltsanak autóról tömegközlekedési eszközre, ha annak a szolgáltatási színvonala kiváló, beleértve ebbe a biztonsági rendszert és a biztonságot adó kamerarendszert is. Róna Péter közgazdász, a baloldal volt köztársasági elnök jelöltje lesz a Jobbik lista vezetője az EP választáson. Gyöngyösi Márton pártelnök azt mondta, a második helyen ő maga áll, a további sorrendet holnap jelentik be. A tét óriási. A Jobbik az a párt, amelyik már 2019-ben az európai parlamenti választásnak a tétjét abban határozta meg, hogy megvédjük az Európai Uniós tagságunkat. Alternatív hálózatával könnyen utat talál Joe Biden amerikai elnök nagyköveteihez az Action for Democracy. A Mandiner összeállítása szerint ez is megtudható a múlt héten nyilvánosságra került videókból. A portál azt írja, ezzel a soros pénzen működő szervezet újabb saját állítását cáfolja. Kiderült ugyanis, nem igaz, hogy a nemzetközi tanácsadói nem végeznek operatív munkát. Idézik például Kati Martont, aki maga mondja, hogy a választások előtt Varsóba utazott, ahol találkozókat szervezett. A Mandiner emlékeztet, az Action for Democracy hazánk mellett az elmúlt két évben többek között Lengyelországot, Szlovákiát és Brazíliát tekintette olyan csatatérnek, ahol a szuverenistákkal szemben a globális világrend érdekében lép fel az egyes választásokon. A lengyel-magyar barátság a történelem legrégebbi és legerősebb barátsága, ezt mondta az Alapjogokért Központ főigazgatója a Budapesti Magyar-Lengyel Politikai Fórumon. Szántó Miklós szerint a közös cél teljesen világos, meg kell akadályozni egy európai szuperállam kialakulását, ezért véget kell vetni a baloldal kulturális környezetszennyezésének és intellektuális sátánizmusának. A legnehezebb pillanatokban menjünk együtt. Ezzel a címmel tartottak egésznapos magyar-lengyel politikai fórumot Budapesten. Az eseményt az Alapjogokért Központ szervezte, amelynek főigazgatója azt mondta, a lengyel-magyar barátságot a történelem során már többször próbálták külső erők szétverni, mindeddig azonban sosem jártak sikerrel. Nagyon sokszor próbáltak és próbálnak minket szembeállítani, mert a nyugati és a keleti nagyhatalmak egyaránt tudták, és tudják, hogy ennek a közép-európai régiónak az erejét a lengyel-magyar együttműködés adja. Ha nincs lengyel-magyar együttműködés, nem annyira erős a közép-európai régió. Az egész napos fórumon szóba kerültek a Lengyelországban jelenleg zajló folyamatok is. A nemrég hatalomra került Donald Tusk vezette kormány ugyanis törvénytelen módon leváltotta az állami média vezetőit, bírákat távolított el pozíciójukból, és jobboldali politikusokat zárt börtönbe, annak ellenére, hogy az elnök kegyelmet adott nekik. Isten adja Magyarországot! A pénteki eseményen több lengyel politikus is részt vett. Marcin Romanovski, a Szejm képviselője azt mondta, Lengyelországban most a jogállam lebontása zajlik. Donald Tusk azt mondta, hogy a jogot úgy fogják alkalmazni, ahogyan azt ők értelmezik. Azt látjuk, hogy mindezt úgy teszik meg, hogy még az igazságszolgáltatás, például az Alkotmánybíróság döntéseit sem veszik figyelembe. Tulajdonképpen most a jogállam teljes lebontása zajlik Lengyelországban, fogalmazott a lengyel politikus. Az új baloldali lengyel kormány úgy tiporja lábbal a jogállamiságot, hogy Brüsszel asszisztál ehhez. Erről már a Fidesz európai parlamenti képviselője beszélt. A barátaink Lengyelországban nagyon nehéz helyzetben találják most magukat, fogalmazott Hidvégi Balázs. A szoros lengyel-magyar összetartás és a V4-ek együttműködése kulcskérdés mindenki számára. Erről már Gál Kinga beszélt. A Fidesz európai parlamenti képviselője azt mondta, a brüsszeli törekvésekkel szemben úgy tudjuk legjobban érvényesíteni az érdekeinket, ha összefogunk. Ezért mindkét ország érdeke a szoros együttműködés.
Az infláció gyakorlatilag összeomlott, így értékelte a nemzetgazdasági miniszter a legfrissebb adatokat, amelyek szerint az év első hónapjában a fogyasztói árak átlagosan 3,8%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Nagy Márton kiemelte, a kedvező eredményt olyan célzott kormányzati intézkedések segítették, mint az online árfigyelő rendszer, valamint a kötelező akciózás. Kiemelte, a kormány már minden erejével a növekedés helyreállítására fókuszál. 999 forint helyett most 45%-kal olcsóbb, 549 forint az édesburgonya kilója ebben az esztergomi nagyáruházban. A krumpli mellett a hagyma is csaknem féláron kapható. A hipermarket a kötelező akciók mellett rendszerint meghirdeti a legnépszerűbb 5 zöldségtermék akciót is. Sok a tudatos vásárló, aki örül a kiemelt ajánlatoknak. A faluban csak egy boltunk van, és az is drága, úgyhogy most is nézem az akciókat. A boltba járók között akad, aki rendszeresen összehasonlítja az áruházak közötti leárazásokat is. Utána szoktam nézni az akcióknak, a különböző áruházak akcióinak, és akkor hát jó sok helyre elmegyünk, hogy egy mindent beszerezzünk. Ugye a legolcsóbb laktózmentes tejfölt az 349 forintért lehet most megvásárolni. Nem csak a boltok által meghirdetett akciók, az online árfigyelő is népszerű a vásárlók körében. Ma már több mint 1,5 millióan használják rendszeresen a fogyasztóbarát alkalmazást, amelyben 6 nagy kereskedelmi lánc, mintegy 1200 boltjában 2000 különböző élelmiszer állait hasonlítják össze naponta a fogyasztók. Köztük január közepétől már a glutén és laktózmentes termékeket is. Az online árfigyelőben, ugye, amit nagyon könnyen áttekinthetnek a vásárlók, a fogyasztók a vásárlásaik előtt, az adott áruházlánc kínálja a legolcsóbb árakat a különböző termékkategóriákban, ezért egy nagyon intenzív verseny bontakozott ki a kereskedelmi láncok között, és ez a piaci verseny, ami nagyban hozzájárult az árak csökkenéséhez. A Központi Statisztikai Hivatal pénteken közölte a januári inflációs adatot. Eszerint egy év alatt mindössze 3,8%-kal drágultak a termékek. Az élelmiszerek inflációja pedig ennél is alacsonyabb, 3,6% volt. Az infláció összeomlott, így értékelte a kedvező eredményt a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton a legfrissebb adatokat elemezve kiemelte, éves alapon a háztartási energia ára 11,3%-kal, az üzemanyagok ára 11,9%-kal, a tartós fogyasztói cikkek ára pedig 1,4%-kal csökkent. A nemzetgazdasági miniszter szerint az infláció összeomlását olyan célzott kormányzati intézkedések segítették, mint az online árfigyelő rendszer és a kötelező akciózás. Nagy Márton emlékeztetett, szeptembertől újra fokozatosan nő a reálbér, így egyre többet ér a családok jövedelme. Az alacsony inflációnak és a béremeléseknek köszönhetően pedig 2024-ben akár 6%-kal vagy a feletti mértékben is emelkedhetnek a reálkeresetek. A magyar infláció ma már kedvezőbb szintre süllyedt, mint az észtországi, a horvát, az osztrák vagy a szlovák infláció. Nagy Márton hangsúlyozta, az infláció sikeres visszaszorítását követően a kormány 2024-ben minden erejével a gazdasági növekedés helyreállítására összpontosít. Az infláció csökkenése az mindig hozza magával a kamatok mérséklődését. Az infláció letörése teret nyit a kamatok csökkentése előtt is. Erre hívta fel a figyelmet a Híradónak nyilatkozó szakértő. A kisebb kamatok pedig azt jelentik, hogy olcsóbb lesz a hitel, ez segíti a beruházásokat, a befektetéseket, a munkahelyteremtést, de azt is segíti, hogy több pénzünk maradjon a hitelköltségek kifizetése után, tehát a családoknak a költekezése, a családoknak a vásárlása is növekedhetnek, ami szintén egy pozitív hír, hiszen ha többet vásárolunk, az megint csak azt jelenti, hogy több munkahelyet tudnak teremteni a vállalkozások. Ez pedig jó a gazdaságnak, így ezek a folyamatok együttesen járulhatnak hozzá a magyar GDP növekedéséhez. Magyarország és Szlovákia egyetért abban, hogy véget kell vetni az Ukrajnában zajló háborúnak, erről a honvédelmi miniszter beszélt Tatán, miután a szlovák védelmi miniszterrel meglátogatták a Klapka György páncélos dandárt. Szalai Bobrovnicki Kristóf hangsúlyozta, Magyarország és Szlovákia Európai Uniós és NATO tagként szoros stratégiai partnere egymásnak.
A csapatzászlót követve vonultak a katonák a parancsnoki épület elé a tatai laktanyában. A 10. század Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi minisztert és Robert Kalinyakot, Szlovákia védelmi miniszterét üdvözölte. A hazai szárazföldi haderő legmodernebb és leghatékonyabb eszközeit a kezelőszemélyzet mutatta be a delegációnak, úgy, mint a Gidrán páncélozott harcjárművet, a PZH önjáró löveget, vagy a világ egyik legkorszerűbb harckocsiját, a Leopard A7-et. A harckocsik bemutatója után a szlovák védelmi miniszter fantasztikusnak nevezte a magyar honvédség modernizációját. Robert Kalinyák hangsúlyozta, a konfliktusok meghosszabbítása egyik országnak sem válik hasznára. Hozzátette, békére és nyugalomra van szükség ahhoz, hogy foglalkozni tudjunk a saját országaink fejlesztésével. Óriási dolog, hogy láthattuk a magyar honvédségben történt fejlesztéseket. A következő időszakban megnyílik a tér és a lehetőség arra, hogy Szlovákia is tovább korszerűsítse a haderejét, mondta Robert Kalinyák. Az ukrajnai háborút abba kell hagyni, tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség, mondta a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf közölte, a megbeszélések során érintették a veszélyek korának tényezőit és a közös együttműködés részleteit is. Értekeltük a szomszédunkban dúló háború körülményeit és eseményeit, teljesen egyetértek miniszter úrral abban, hogy bármilyen vékony is az a hang, amit mi a kezdetek óta képviselünk, egyre erősebben és határozottabban kell mondani, ezt a háborút meg kell szüntetni, abba kell hagyni, tűzszünetre van és béketárgyalásokra van szükség. Szalai Bobrovnicki Kristóf hozzátette, Szlovákia bizalmát jelzi, hogy új harcászati repülőgépei megérkezéséig a magyar légierő biztosíthatja a szomszédos ország légterét. A találkozón a felek megerősítették, hogy a két ország együttműködése a jövőben még intenzívebb lesz a védelmi területeken. Látványos bemutatókkal és a legmodernebb eszközökkel várja az érdeklődőket idén a Fegyverhorgászat-Vadászat nemzetközi kiállítás Budapesten. A szakma egyik legjelentősebb seregszemléje vasárnapig tart a Hungexpon, 50 ezer látogatóra számítanak. Ragadozó madarak vadászatban. Erről a témáról is látványos előadást hallhattak a második napja tartó FEHOVA, vagyis a Fegyverhorgászat-Vadászat nemzetközi kiállítás látogatói. Szinte minden korosztályból érkeztek látogatók a fővárosi Hungexpo területére. A több ezer négyzetméteres kiállítótérben helyet kaptak preparált vadak, látványos szimulátorok, vagy éppen lőtér, ahol távcsöves puskákkal lehetett célba lőni. Volt, aki több száz kilométert utazott, hogy láthassa a kiállítást. Az újdonság az arról is szól, hogy a vadász embert ezek az eszközök segítik. Az élményszerzésbe, a vad elejtése előtti döntéshozásba segítik. Ugye ez a törvénytisztelő vadászokról szól, amit most mondtam. Idén a 30. alkalommal rendezték meg a szakmai találkozót. Már egész kicsikorom óta jártam apával vadászni, és akkor így mindidáig idén leszek én is vadász. És... Tavaly november óta a sportvadászat során már hangtompító használata is megengedett, ezért itt ennél a standnál, a szokásosnál nagyobb az érdeklődés. Engedélyezték a sportvadászok, illetve a sportlövők számára a hangtompítók használatát, úgyhogy nagyon élénk a kereslet, élénk az érdeklődés, mindenki nagyon próbálja ugye a legjobb tudása szerint összeállítani, mi neki a legjobb. Látványos bemutatókkal készültek a horgászok számára is. Hatalmas medencék, távirányítású etetőcsónakok és szakmai előadások is vannak. Külföldről is már van érdeklődés az irányában. Ez a magyar találmány például segít megelőzni a tömeges halpusztulást. A vízmonitorozó berendezést is a kiállításon mutatták be a nagy közönségnek. Jó ez mindannyiunknak, akik halat fogyasztunk, hiszen olyan minőségű vízben tudjuk a halakat termelni, ami garantálja azt, hogy a magyar hal az asztalokon egy nagyon jó ízű és fogyasztható termék tud lenni. A szervezők február 11-éig, vagyis vasárnapig több mint 50 ezer látogatóra számítanak.
Egyre szennyezettebb a levegő a túlnépesedés és az urbanizáció miatt, erről beszélt Áder János, korábbi köztársasági elnök, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke a budapesti tüdőgyógyászati napokon. Hozzátette, az extrém hőhullámok komoly problémát okozhatnak a légzőszervi betegeknek, új kórokozók jelennek meg, a különböző allergének pedig egyre jobban terjednek a levegőben. Áder János hangsúlyozta, az emberek egészsége a környezet egészségétől függ, ugyanakkor egyre többen halnak meg a szennyezett levegő miatt. Nem mindig sikerül a gyógyítás. 300 ezer ember Európában, az Európai Unióban egészen pontosan, 300 ezer ember hal meg évente a szennyezett levegő miatt. És a magyar haláleseteket is 13 ezer fölé teszik. Hivatalos látogatásra Katarba utazott Novák Katalin. A köztársasági elnök a vizes világbajnokságon résztvevő magyar sportolókkal és vezetőkkel találkozott, személyesen gratulált az elért eredményekhez. Az államfő a Nemzetközi Úszószövetség elnökével is tárgyalt, később pedig a katari emírnél is látogatást tesz. És Rasovszky Kristóf világbajnok! A felejthetetlen pillanat, amikor néhány nappal ezelőtt Rasovszky Kristóf aranyérmes lett a dohai vizes VB-n. A sportoló ezzel olimpiai kvótát szerzett a nyílt vízi úszók 10 kilométeres versenyében. Az M1-nek azt mondta, kemény volt a mezőny, sikerének így még inkább örül. Bíztam benne, hogy jól fog sikerülni a verseny, jó formában éreztem magamat, jól sikerült a felkészülés is, úgy voltam vele, hogy mindenképp szeretnék érmet nyerni. A magyar váltó néhány nappal később újabb sikert ért el. Bronzérmet nyert a nyílt vízi úszók csapat versenyében. A nyílt vízi úszók szövetségi kapitánya szerint a sportolóknak nem ismeretlen a dohai világverseny, a fókuszban pedig már a párizsi olimpia áll. Az eredmények magukról beszélnek, mind az aranyérem, mind a bronzérem váltóba, úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon jó. A felkészülési időszakhoz képest nagyon jó állnak a versenyzőink. Novák Katalin köztársasági elnök pénteken Katarban a Magyar Úszószövetség sportolóival és vezetőivel találkozott. Az államfő személyesen is gratulált a sportolóknak az elért eredményekhez, majd úgy fogalmazott, az ő sikereik minden magyar sikerei. Azt kívánom, hogy minél több éremnek, meg minél több jó teljesítménynek örülhessünk, és mondom mindezt úgy, hogy természetesen már fél szemmel az olimpiára kacsintunk, és abban bízunk, hogy önök is oda legjobb felkészültséggel tudnak elérkezni. Dohában múlt héten kezdődött meg a 21. vizes világbajnokság. Magyarország 63 sportolóval képviseli magát. A vízilabda válogatott is jól teljesít. Pénteken a férfiak a Kazahsztán elleni meccsen 28-1-re nyertek, ezzel csoport elsőként jutottak a negyed döntőbe. A játékosoktól azt kértem, hogy legyen minél magasabb a ritmus, hogy a saját játék ritmusokat tudjuk ezzel fejleszteni és tovább erősíteni a robbanékony állóképességünket. Ugye ennek a jegyében teltem a mérkőzés, annak örültem, hogy mindenki tudott azért gólt lőni, ez mindig hozzátesz az önbizalomhoz. A mérkőzést Novák Katalin köztársasági elnök a helyszínen a FINA elnökével nézte meg, akivel korábban megbeszélést is tartottak. A fő témák között szerepelt a FINA székhelyének Budapestre költözése, amellyel kapcsolatban jól állnak az előkészületek. A Sándor Palota közölte, az, hogy a FINA Budapestre helyezi székhelyét, elismerés Magyarországnak, a magyar sportnak, különösen a magyar úszó sportnak. Novák Katalin elmondta azt is, 2024 Magyarországon a mozgás éve, amikor nem csak a versenysportok fontossága és a magyar sportolók kerülnek fókuszba, hanem a közösségi sportolás is. És egyeztettek még a 2027-es budapesti vizes VB előkészületeiről is. A FINA elnöke ismét nagyra értékelte a magyarok nyitottságát és támogatását a vizes sportok iránt és a VB megrendezésében. Novák Katalin hivatalos látogatásra érkezett Katarba, a katari emírrel is találkozik majd. Damin bin Hamad al-Thani még augusztusban járt Budapesten, akkor hívta meg a köztársasági elnököt Dohába. Késsel és baltával felfegyverkezve, csak nem 4 órán át túszként tartott fogva egy férfi csütörtök este Svájc egyik regionális vonatán 14 utast és egy mozdonyvezetőt, mielőtt a rendőrség agyon lőtte. A hatóságok akkor avatkoztak be, amikor az elkövető rövid időre eltávolodott a túszoktól. A férfi baltával támadt egy rendőrre, aki végül agyon lőtte a támadót. A főügyész tájékoztatása szerint a rendőri akciót követően az utasok sértetlenül elhagyhatták a vonatot. A gyanúsított egy 32 éves iráni állampolgárságú menedékkérő volt.
Akadozik a vízellátás Izlandon az újabb vulkánkitörés miatt. A láva folyam ugyanis megrongált egy létfontosságú vízvezetéket, emiatt sok helyen fűtés sincs. Közben arra kérték a lakosságot, hogy az árammal is takarékoskodjanak. Rövid idő alatt már harmadszor tört ki a vulkán Izlandon, és valószínűleg nem utoljára. Megállíthatatlanul tör előre a láva folyam Izlandon. Bár a csütörtök óta tartó vulkánkitörés lakott területeket még nem érint, jelentős fennakadásokat okoz a szigetországban. A láva a fővárostól délre fekvő régióban elérte a termálvizes vezetékeket, emiatt akadozik több ezer ember melegvízellátása. A megrongálódott vízvezetékek okozta gondokat a félsziget északi részén élők is tapasztalják, ugyanis sem a Keflaviki nemzetközi repülőtéren, sem a városban nem tudnak fűteni. Nehéz most nekünk, mert most nincs melegvízünk, mert a lávamező a csövek fölött van. Ezen a környéken csaknem 35 ezeren lakunk, és nem tudunk semmit, hogy mi történik. Remélhetőleg előbb vagy utóbb vége lesz ennek, nyilatkozta egy lakos. A polgári védelmi ügynökség vészhelyzeti szintre emelte a riasztási fokozatot, mert a megrongálódott csövek javítása napokig is eltarthat. Ráadásul a térségben az éjszakai hőmérséklet mínusz 10 fokig is süllyedhet. Arra is kérték a lakókat és a vállalkozásokat, hogy takarékoskodjanak az árammal. Lehetőség szerint háztartásonként csak egy elektromos fűtőtestet használjanak az áramszünetek megelőzése érdekében. A népszerű turisztikai célpontnak számító Kék Laguna fürdőkomplexum is kénytelen volt bezárni a kapuit, mivel a lávafolyam elvágta az utat Grindavík városához. A tűzhányó legutóbb január 14-én tört ki, és két napon át volt aktív, ami miatt a halászfalu 4000 lakóját ki kellett telepíteni. Azóta már hazatértek, most azonban elképzelhető, hogy újra el kell hagyniuk otthonaikat. A tudósok most attól tartanak, hogy a félsziget a gyakori kitörések időszakába léphet, amely azt jelentheti, hogy évekig nem nyugszik meg a vulkán. Nem sokkal ezelőtt beköszöntött a kínai új év, 100 milliók ünneplik az új évet, aki csak teheti családja körében. Most egyébként a sárkány éve kezdődött el, ami a kínaiak szerint szerencsés lesz, olyan változásokat hoz, amelyek pozitív irányba mozdítják majd el a világ sorsát. Pekingből Pap Fruzsina jelentkezett. A családtagok összegyűlnek otthon, együtt vacsoráznak, majd pedig a több órás tavasz ünnepi gála műsort kezdik el együtt nézni egészen éjszakában nyúlóan. Ugyanis a kínai új év közelettét várva a kínaiak úgy gondolják, hogy ezzel az éjszakázással el tudják űzni a balszerencsét, a betegséget és a járványokat. Na most a kínai különféle újévi díszítésekben és a ruházatukban túlnyomó részt észrevehetjük, hogy a piros vagy a vörös színt szokták használni, ami egyébként egy kínai népi hiedelemhez kötődik. Ezzel a vörös színnel, illetve a hangos petárdákkal próbálják elűzni a gonosz szellemeket, a balszerencsét a következő új évben. A híradót látták este 7:30-tól, további híreinket megtalálják weboldalunkon is. Sporthírek jönnek a folytatásban, Pál Pál Előd már várja Önöket.